csónak melegít, mi visszavár. Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét úrnak kell. A Győri Nemzeti Színházból jól ismert Sík Frida éneke fogadta a tábor nyitóra érkező fiatalokat. Véget ért az iskola, indul a vakáció, és ha tartalmas vakáció, akkor győri gyermektábor. Szokás szerint idén is egyhetes turnusokban érkeznek majd a gyerekek Győrújbarátra, ahol azonban ezúttal különleges lesz a táborozási szezon. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves első táborozó diákok, az idei évben első táborozó diákok, mert ahogy végignézek rajtatok, nagyon-nagyon sok ismerős arcot látok, akikkel már találkoztam itt. Kívánom nektek, hogy nagyon jól érezzétek magatokat, mert egy nagyon-nagyon különleges hét lesz előttünk, és egy nagyon-nagyon különleges táboroztatási szezon, hiszen minden egyes héten ünnepelni fogunk. A fenntartó város nevében dr. Perger Elza köszöntötte a táborozókat, és gratulált a 45. születésnaphoz. Minden diáknak kívánom, hogy nagyszerűen érezze magát. A tábor az mindig egy olyan lehetőség, ahol a szorgos év után lehet egy kicsit lazítani, kicsit nagyon. Tegyétek meg, mindent próbáljatok ki, minden lehetőséget élvezzetek. A focitól elkezdve a röplabda, a kézilabda, az úszás és minden olyan játékot és sportot, ami segít majd ellazulni. Remélem az eredményeivel mindenki elégedett volt ez elmúlt tanévben. Aki nem, az majd a következő évben biztosan javítani fog. Én kívánom, de felejtsük el az iskolát. Induljon a fergeteges nyári szezon. Ti most együtt, sok gyerek együtt, nagyon jól fogjátok érezni magatokat, aztán a táborozás után kívánom, hogy a családdal és a barátokkal ez folytatódjon egészen szeptemberig. Ezt követően animátorok ismertették a 45. táborozási szezon hagyományos és teljesen új programjait. Sport, zene, tánc és sok-sok szórakozás, ez vár majd az itt szünidejüket töltő fiatalokra, akik persze eltáncolták a tábortáncot is. A születésnap alkalmából pontosan 45 darab lufit is elengedtek a tábornyitón, ezután pedig a tábor igazgatója foglalta össze az elmúlt évtizedek legfontosabb eseményeit. Én most itt szeretnék elsősorban köszönetet mondani a mindenkori fenntartóknak, tehát aki ez alatt a 45 év alatt a tábort úgy gondolták, hogy kell a győri gyerekeknek, mert nem csak az a fontos, hogy egy gyerek az iskolában tanuljon, hanem az is nagyon fontos, hogy közösségben szocializálódjon, olyan elvárásokat, olyan emberi kapcsolatokat tanuljon meg, ami igazándiból ilyen helyen lehet megtanulni. Úgyhogy én köszönöm a mindenkori fenntartónknak és a jelenlegi fenntartónak is, hogy mindig biztosították az anyagi, a szakmai és mindenféle hátteret ahhoz, hogy a mi táborunk a 45 év alatt folyamatos fejlődésen tudott keresztül menni, állandóan meg tudott újulni, és bármilyen kérdéssel, kéréssel, ha kopogtattam az ajtón, akkor mindig nyitott ajtókat találtam. Nyáron a táborvezető is búcsúzik a győri gyermektábortól, ebből az alkalomból megköszönte kollégáinak, a pedagógusoknak, az animátoroknak, és természetesen a gyerekeknek is azt a sok-sok élményt, amit együtt élhettek át az ország egyik legjobb fekvésű és egyben legmegfizethetőbb táborában, az idén 45 éves győri gyermektáborban.